nem fér el több ridikül. Egy rúzs, két rúzs, meg a huszadik túl kevés. Egy konyha kés. Na meg itt van két bankkártya és túlélésre mindig kész. Egy rendes nő minden terhet elbír, pont mint egy ridikül. Kellemes délutánt kívánunk Önöknek! Ez a Ridikül, határozott női túlerővel. Mai témán első benyomásaink. Mai vendégeink Kánya Kata, színésznő, műsorvezető, társkereső irodát működtet. Szerinte a jó benyomás kulcsa leginkább a megfelelő önismeret. Fontos, hogy azt kommunikáljuk, akik valójában vagyunk. Sokan vannak, akik mindenkinek meg akarnak felelni, ami nem túl szerencsés. Sütő Enikő, modell, ügyvéd. Beismeri, hogy régen, ha véleményt alkotott valakiről, bizony néha címkét ragasztott rá a külsőségek alapján. Ma már sokkal inkább az illető személyére, energiáira figyel, arra, hogy egymásra tudnak-e hangolódni. Professzor dr. Bagdi Emőke, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológia tudomány kandidátusa. A másik megismeréséhez időre van szükség, hogy lássuk, az illető hogyan viselkedik különböző helyzetekben. Ezért érdemes óvatosan bánni az első benyomásainkkal. A beszélgetést vezeti, ahogy mindig, Diósi Klári. Műsorvezetésnél sokszor tapasztalta, hogy az első benyomásnak nem mindig kell hinni. Számtalanszor fordított a beszélgetés az elsőre gondolt képen. Hölgyeim, parancsoljanak! Jó napot kívánok mindenkinek! Tudják, az életünk is tele van egyszeri, visszanemtérő első találkozásokkal, amelynek alapján véleményt formálnak rólunk, és persze mi is másokról. És az agyunk képes pár másodperc alatt összegezni a másik embertől érkező impulzusokat, de kíváncsi vagyok arra, hogy vajon ez hogyan is történik, és hogyan tudunk jól élni ezekkel a lehetőségekkel. Szóval erről fogunk ma beszélgetni. De hogy kinek mit jelent ez az első benyomás, kezdjük ezzel. Mert ha ránézünk egy emberre, én is, akkor ott a kinézet, akár az illata, a mosolya, a gesztusa, a mimikája, és nem sorolom tovább, tehát ti mondjátok el, hogy melyik hat leginkább rátok. Valakivel találkozni, egy különleges pillanat, 400 millisekundum alatt, ami egy iszonyúan rövid idő, tulajdonképpen a pillanat tört része, már a mi érzelmi agyunk, ami a képek befogadására és rögzítésére alkalmas, már rögtön detektálja, és mielőtt az okos agyunk, a bal agyfélteke egyáltalán bele tudna szólni a dologba, már megvan ez a bizonyos első érzelmi benyomás. De ez sajnos annyira nagyon mély és erős, mert a kép jelentősége az életünkben nagyon erős, mert a legelső benyomások is, amikor világra jöttünk, legalábbis 3 hónapos korunktól kezdve, a kép, a kép, a kép. Tehát ezért, amit rögzít a kép, a vizuális csatorna, az egy összesség, egy gestalt, egy teljes egész alak, és ennek borzasztó nagy a bevésett ereje. És azonnal hasonlítunk is, ezek öntudatlan folyamatok, van egy belső program, hasonlítunk valakihez, aki, de bent történik ez meg automatikusan, ezért olyan borzasztó fontos az első, és mélyen bevésődő benyomás. És az a baj, hogy nagyon nehéz megváltoztatni, hát tehát ez az... nagyon befolyásol minket. De azért, hogyha most a személyes véleményedet kérdezem, és nem a szakembert, hogy mi az, ami így hirtelen, mert én biztos, hogy az arcára nézek. Igen, és igen. Én óhatatlanul azt is nézem, hogy elmosolyodik egy pillanatra az én mosolyomra, mert hogy én többnyire mindig mosolygok. Nekem ez is fontos. Igen. Nekem valóban a szem az első, amit azonnal, és hogy például egy mosoly az őszinte, hogyha a szem is mosolyog, akkor a mosoly őszinte. A manírozott mosoly, a manír az nagyon száj és mondjuk ez a terület, de a szem az árulkodó. Na, lányok. Szóval ti mit figyel meg? Kapcsolódni tudok Emőkéhez, amennyiben szerintem van tudatossága az első pillanatban is, mert minden pillanat első. Úgyhogy amíg én úgy öntudatlanul éltem, akkor igen, hasonlóakat fogtam föl, de aztán rájöttem, hogy lemaradok saját magamról, meg főleg a másikra, úgyhogy én ugye a bőrfelületemmel érzékelem a másik embert. Úgy van mindenkinek egy energiája, ami átjön, és én nem tudom leválasztani a szemét, meg a testét, vagy a mozdulatait, a hangsúlyát, a hangszínét, az illatát, hanem ez így egyben ad valószínűleg egy érzetet. És ha erre ragasztok egy címkét, akkor rosszul járok. Tehát a legjobb, ha félreállok magamtól, és csak egyszerűen beengedem. És akkor történhetnek nagy meglepetések. Egyébként meg berakom egy kockába, úgy érzem, és akkor onnan nehezen fog kikeveredni. Kata?
Én azt gondolom, aztán majd, ha nem jól, akkor Emőke kijavít, hogy az ember hurcolja magával, mint egy ilyen nagy mátrixot a születése pillanatától, vagy a fogamzása pillanatától, ki hogy gondolja. Az összes élményem minden pillanatban, vagy az élményem töredéke valamilyen módon ott van. Nem itt előlem, akkor szétrobbanna az agyam, hanem itt hátul húzom magammal, és akkor találkozom valakivel, és tényleg megtörténik a másodperc ezred része alatt ez a komputer kiköpi, hogy igen, nem. Szimpatikus, nem szimpatikus, de szerintem ez az is benne van, hogy megnyom bennem egy gombot, ami valami emlékkel összekapcsolja őt. Tehát mondjuk, hogy úgy van elválasztva a haja, hogy a második általános iskolai tornatanáromnak volt, akiben halálosan szerelmes voltam, már rég nem is emlékszem rá, de azt a hátsó emléket ott benyomja, és szimpatikussá válik. A másik meg ellenszenves, mert olyan a gesztikulációja, mint a szomszédnak, aki üvöltött velem, amikor elloptuk a cseresznyéjét. Szóval, hogy én szerintem a múltunk az első pillanatban nagyon belejátszik abba, hogy mi a benyomásunk valakiről, és a társkeresők, ahogy nálam ottan látom, ugye mindenki arra vágyik, hogy meglátom, megdobban a szívem, és együtt leéljük az életet. És hiába mondom, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy nagyon kell óvakodni, és nagyon türelmetlenek vagyunk. És hogy időt kell adni, hogy valóban úgy, aztán van olyan, amikor tényleg az van, ami az első benyomás. De az szerintem ritkán. Ritkán van, de azért mondja, de mit mondja. Igazán ámulattal hallgattam, amit mondtál, egy kommunikációs szakember tudása szólalt meg, mert így van, amit elmondtál, ez tényleg így van. És ez döbbenetes, hogy 1 millió vagy milliárd kép ott van bennünk, és rétegződve van, és érzelmi jelentőség szerint rakjuk benn oszlopokba, mert az érzelmi agynak nincs időfogalma. Tehát teljesen mindegy neki, hogy a, nem tudom én, általános iskolai tanárról van szó, vagy kiről van szó, és mikorról, mert nincs idő, de van érzelmi jelentőség, és azok mind együtt vannak, együtt, és ezek ez a csodálatos kompjúter, aminek a működésére még igazán nem jöttünk, tehát sokat tudunk már róla, még igazán nem jöttünk, tehát ezt csinálja ezt az első benyomást. Ugye, nem tudjuk függetleníteni magunkat tőle, tehát nem tudom azt mondani, hogy ne hasonl rám, hanem amit az Enikő mondott, nem vitatkoz, bármilyen vitatkoznak, szóval, hogy azt gondolod az agyaddal, hogy te beengeded, és nincs elvárásod, meg minden, de csak kapcsolódik valahogy a múltadban de valamihez. De ha nem vagy tudatos, ezzel azt akartam mondani, hogy tulajdonképpen az első benyomással mindenki saját magát nyomja. Tehát, szerintem nem. De ő nem nyomja sem. Az én emlékemet. Hát azért magadat nyomod. De nem én nyomom, ő nyomja. Hát hiába nyomja ő, de magadról szólsz. Nagyon jó, hogy így kis belső vitába bonyolódunk, mert ugye van egy probléma a találkozásokban, hogy az olyan, hogy soha nem láttam, egyszer csak találkozom vele a véletlen, idézőjelben teszem a véletlen, tehát, hogy nincs semmi elvárásom, az az igazi találkozás, amikor a tényleg az a benyomásod rá. Ez nagyon érdekes. Na de várjál, ez jó, hogy mondod, mert annyira kíváncsi vagyok, hogy aki oda megy hozzá, tehát mint társkereső, az azonnali jó dolgot szeretne, azonnal meg akarja kaparintani, szerintem. Tehát az is nagyon érdekes, hogy a jót keresi, vagy a rosszat a baj, keresi hogy, például. Hogy én azt veszem észre, hogy fontos. Ugye ott elvárással találkoznak. És azt nézik, hogy miért is nem kell nekem az a másik. Ugye, tehát a rosszat kezdjük el, nem a jót. Igen, tehát nem azt nézi, hogy mitől lehetne az a másik ember az én életem része valahogyan, mit tud hozzáadni, mit lehetne vele valami jót közösen kitalálni, hanem igazolni akarja a saját egyedüllétét, és azt kezdi el kutakodni, hogy miért is nem felelő meg nekem? És olyat lehet találni mindenkiben. Tudjátok, van egy vizsgálat, hogy az elsőként kapott információnak mekkora ereje van az ítélkezésben. Csináltak egy vizsgálatot, két csoportra osztották az embereket, egy listát adtak mindenkinek a kezébe, egy azon elképzelt szeméről, meg kellett ítélniük, de a lista jó és rossz tulajdonságokat is tartalmazott, és a vizsgálat végén kiderült, hogy a rossz tulajdonságok voltak elől, ott rosszabb leírást adtak az illetőről, mint ahol a jók szerepeltek először a sorba. Tehát, hogy mennyire számít az, ahogyan első körben ítélkezünk az emberekről. Na, de egy pont az ítélkezés az érdekes. Tehát, hogy az ítélkezést, ha félretesszük,
Mert hiszen minden ítélkezés rólunk szól, hát nem tudunk mást, szerintem vagyunk 7,5 milliárdan a Földön, 7,5 milliárd vélemény van, és az mindig az. Ez ítélkezés. Na most, ha ezt félrenyomom, akkor be tudom engedni a másikat. Körülbelül ez az első találkozásomnak a jója, mert az élet nem matek, nekem. Tehát lehet osztani, szorozni, lehet azt mondani, hogy ez szimpatikus, nyilván azért az értékrendje hasonló, de attól még ő sokkal értékesebb lehet, mint én, vagy egy csomó mindenben taníthat, vagy meglepetést szerezhet, de abban a pillanatban, ahogy az ítélkezésemmel lezárom, és azt mondom, hogy hát ez nejlonzacskóval jött a kezébe, hát akkor ez nem az én emberem. Közben olyan dimenziókat tudna megnyitni, hogy az csak na, tehát nekem volt már ilyen, igen, hogy ne. Levontad a következtetést. Tehát Enikő arról beszél, hogy az előítéleteket vagy elvárásokat egyszerűen félreteszem, és nem tulajdonítok nagy jelentőséget annak, amire ráneveltek kicsi koromtól, hogy nézd meg, hogy öltözött, hogy rendben van-e, hogy koszos-e a körme, hogy, és itt most bocsánat, de nem mondok további részleteket, nejlonzacskót vagy szekert hoz, vagy micsoda, mert igenis van egy kulturális elvárás, nem tudunk tőle elvonatkoztatni, hogyha valaki nagyon toprony külsőbe jelenik meg, akkor ez nagyon komoly üzenet. És akkor rögtön valahogy már ebben az összlátványban tesszük őt valahova. Egy pillanat alatt, és ezért nincs szinte elvárásmentes, vagy bocsánat, hogy ezt mondom, előítéletmentes helyzet, mert a tudásunk és a belénk nevelt sémák nagyon befolyásolják ezt az első képet, hogy mit rögzítek. Van ismétlő olyan példa, hogy mondjuk a kinézet, mert ugye most összefoglalunk pár jelzőt, amit mondtál, akkor az nagyon. Egyik a kinézet, ami szerintem nagyon is megfigyeli az ember a másikon, előnyt élvez mondjuk egy munka ajánlatnál az ember attól, hát hogy biztos, hát ugye erre iskolázzák is a munkára jelentkezőt, hogy jelenjen meg, milyen funkcióra jelentkezett, hogyan legyen öltözve, hogyan viselkedjen, etikett lépéseket tanítunk szinte, hogy kinyújtkezett kinek, hogyan, milyen távolságba, milyen közelségbe jöjjön, hogy ne nyomuljon, bocsánat, szóval ezekre az apróságokra, amik az első benyomást adják, erre fölkészül az illető, és kell is, hogy fölkészüljön, de hát jó lenne, ha a kultúra maga volna így fölkészülve az emberi találkozásokra, hogy meg volna ez a pozitív rituálé, hogy így nem nehezednénk egymásra sokszor nagyon rossz benyomásokkal, de az most eszembe jutott, hogy közben meg a feltűnőség is rendkívül érdekes, magára hívja a figyelmet, tehát ha mondjuk valaki jön egy állásra, egy informatikus, és közben most pont ez jutott eszembe, bocsánat, de hogy ettől elvárjuk, hogy egy kicsit elszerkezetes legyen, valahogy ez a bennünk lévő séma, és a séma vetőre is várjuk azt, és közben bejön egy, mondjuk éppen egy futás után egy olyan szerelésbe, a futócipő, meg nem tudom mi, szóval így ez nagyon meghökkent, és ez nagyon komoly, mély első benyomás, és ez befolyásolhatja, például azt mondhatja a munkaadó, hát igen, ez egy belevaló, és akkor egész máshogy beszél vele, és csak az első benyomás volt. Azért nézzük már erre konkrét példát. Jut eszetek be ilyen, hogy a külsőre ítélkeztetek, de teljesen megfordult. Ilyet hozzám egy lány a táskereső irodába, egy ilyen emós, hogy a fekete bakancs, fekete nadrág, fekete pulóver, így fekete szeme, fekete haja, hát egy ilyen emós lány. Nagyon helyes volt egyébként, de mondom, úristen, mindenhonnan lógott belőle mindenféle fém, mondom, ezzel én mit fogok kezdeni, és kiderült, hogy egy történész lányról van szó, akinek a legizgalmasabb és legextrémebb pillanat az életében, amikor ugye homokot leseperi a régészeti cuccról, és körülbelül a természete is ilyen volt, és egy nagyon cuki lány volt, akinek tényleg az izgalom teteje volt, hogy ki tudja-e ásni a nem tudom honnan, a nem tudom mit, és amikor elmondta, hogy ő tulajdonképpen egy ilyen nagyon csendes, nagyon értelmes, történelmet kedvelő fiúra vágyna, akkor az jutott eszembe, hogy egy ilyen fiú meglátja ezt a lányt, hát addig fut, amíg lába van. És akkor te mondod mondtam neki, mondom, de ne haragudj, te meg hogy nézel ki? Azt mondta, ja, hát az a helyzet, hogy a bátyámnak van egy zenekara, és most elment az énekesnőjük, és addig én énekelek, hogy kihúzzam őket a slamasztikából. Tehát, hogy ez egy jelmez volt. És azért borzasztó fontos, hogy az ember
mikor jönnek és azt mondják, hogy engem a bensőmér szeressenek. Oké, okay, de odáig el kell jutni az érdeklődésben, bizony, nem? Bizony. Tehát, hogy... Bizony. Hogy ápolatlanul, ízléstelenül öltözve, stb. Elég nehéz felcsigázni valakinek az érdeklődését, hogy az én mérhetetlen empátiámra és nem tudom, dédelgető szeretetemre kíváncsi legyen. És ezért borzasztó fontos szerintem az, hogy ugye az első pillanat bejöttünk ide a stúdióba, amit itt mondtunk a közönségnek, az az, ahogy kinézünk, ugye? Na most, hogyha az nem önazonos, akkor hiába jön valaki, az a kapcsolat nem fog működni, mert egy nem valós személyhez jön a megfelelő ember ahhoz, de az meg nem én vagyok. Tehát, hogy figyelni kell nagyon arra, hogy amit kommunikálunk a világgal, az ne elsősorban az legyen, ami a divat, hanem az, aki én vagyok. Igen, önazonosság, ez itt nagyon fontos szó, hogy az ember ezt érezze. Pontosan, mert kimondtad a szót, hogy önazonosság. Igen, ez identitás üzenet, és identitás kellékek az öltözékek. A cipő, a smink, a minden identitás kellék. És ezzel valahogyan próbáljuk azt a magunkról való üzenetet úgy formálni, hogy valóban az valahogy kiderüljön, hogy ismerj már meg, ki vagyok én. És az első ilyen tükrözés jó legyen. De most eszembe jutottám az, hogy azért vannak olyan előítéleteink, például, hogy a vörös nő, erős rust hasza, az egy szenvedélyes vagy, mondjuk ilyen, hogy aki fekete, és hát a tüzes fekete, még szoktuk is mondani, szóval azért vannak ilyen. Olyan hálás vagy, hogy a szőkékről nem beszél. Nem hagytad, hogy elmondani. Bocsánat, de igen, mert hogy egy sápat és szőke a madonnás. Például tényleg rátesszük a madonnásságot. Az más, hogy a szőkékkel, hogy viccelődnek meg, nem, azt most tegyük félre, de azért egy picit az is ide tartozik, hogy te ingerelted meg a helyzetet, mert nem nekem jutott eszembe. Egyébként erre is van egy példa, jött az irodába egy, hát ilyen 30-as nő, nagy vörös haj, miniszoknya, necharisnya, combigérő csizma, ilyen kivágott tigris mintás felső, és jaj, először jött az illat, aztán jött a nő, és így megláttam, és arra gondoltam, hogy fogom én ezt neki megmondani, hogy hát mi, én ezzel nem foglalkozom. Tehát, hogy ez szóval, hogy ne itt talán, és leült, és elmondta, hogy őt a nagymamája nevelte föl, és hogy ő neki mindene a befőzés, meg hogy az otthon, meg a tűzhely melege, és hogy ő tulajdonképpen arra vágyik, hogy nagyon sok gyerek, és egy férfinak biztosíthassa a hátteret, és hogy ő imád sütni, főzni, takarítani, mosni, vasarni, meg mindent, és ő egyszerűen nem érti, hogy tőle a férfiak csak egy éjszakás kalandot akarnak. Mondom, nincs otthon tükör? Mert hogy ő ugye egy egész mást üzen. Na de pont ezt akartam mondani, hogy egy eszközös világban élünk. Tehát mindenki tudja, hogy arra a célra, hogy most elmegyek, nem tudom én, egy felvételi beszélgetésre, így kell kinéznem. Ahhoz, hogy például az üzleti életben komolyan vegyenek, akkor a férfiak például eszközöket használnak, órát, nem tudom én, kocsit, meg minden. Na most ez nekem mulatságos, mert ezek eszközök, tehát a lényeghez így nem jutunk el. De ezzel sokan kompenzálni szeretnének, tudom, nem? De én is használom ezeket az eszközöket, de ehhez már föl kell nőjünk, hogy töröl, nem ott van a lényeg. Tehát én azért nem akarok eszközök alapján megítélni, mert én találkoztam már, bocsánat, olyan fedél nélkülivel, aki olyan csodálatos ember, és nagyon sajnáltam volna kihagyni az életemből azt a beszélgetést. Persze. Azért erről az jutott eszembe, amit mondtál, hogy meg lehet, hogy ezek ilyen kötelező elvárások magunkkal és másokkal szemben, de bizonyos dolgokat az első benyomásban mi nagyon jól tudunk rögzíteni. Ha valaki például babrál, matat, nyugtalan, vannak ilyen feszültségjelek, amik nagyon érzékenyen leolvashatók, mind leolvassuk, vagy pislog a szemével, vagy hozzányúl magához, vakarózik ilyen. Az orrunkat szokták. Igen, az orra, meg a fül, az orra.
Ráadásul ugye a kommunikációpszichológia ki is figyelte tudományosan, hogy ezek a magunkkal való, a fülcimpa babrálása, meg az orr azon nem hamiskodás. Szóval mögötte van valami, ami hamiskodás. Mindenesetre a zavarjegy az biztos, és erre nagyon érzékenyek vagyunk. Nem tudom, mi a tapasztalatotok ezzel. Hogy sokszor van az, miért van az, hogy talán beszél... Előről kezdem. Tehát a lányom ugye volt 4 éves, és akkor még nem manipulált a lélek egyáltalán ebből a szempontból. És ez egy nagyon jól nevelt gyerek volt, akkor is már, és találkoztunk egy emberrel, akit hát én nagyon nem szerettem, mert hogy tudtam az üzleti életben milyen dolgai vannak, kész. És a Rozi így megállt, lehajtott fejjel, mondom, köszönjél. És így állt. És állt, mindegyén beszéltem ebben a Palival, majd beülünk a kocsiba, és mondom, Rozika, hogy lehetsz ilyen bunkó, hogy nem köszönsz? Hát ezen már túl vagyunk, 4 éves vagy. Azt mondtam, mama, én belenéztem ennek a bácsinak a szemébe, és én nem akarom, hogy a barátom legyen. Igen. Katához kapcsolódva mondom, hogy a 4 éves lányod példáján meg is tudjuk pontosan érteni, hogy micsoda egy fantasztikus programmal születünk, de fantasztikus. Van egy inzula, bocsánat, ezt most elmondom. Van egy inzula nevű agyrészünk, meg még néhány sejtcsoport, amelyek tükörneuronok. Ez azt jelenti, hogy még nem eszmélek, nem vagyok tudatos, még nem tudom, hogy én önmagam vagyok, de már veszem be magamban úgy a világot, hogy a tükörneuronok, ahogy te ülsz, Kata, úgy bennem már ott vagy a tükörneuronjaimba, a mozdulatod ott van bennem, már megingerelte azt a mozgásmintát, hogy felvettelek magamba, és ahogy vagy teljes valódban, tekinteteddel, mozdulatoddal, lábaddal, minden, én téged leképeztelek, benn vagy. És ugyanígy én is akarva, akaratlanul benned vagyok. Na most ezek automatikus folyamatok. És lassan, ahogyan okosodunk, kialakul egy pályarendszer, mert ez az érzelmi agy. És az csak lapátolja be, bocsánat, rögzítgeti, és elrendezi a maga törvényei szerint a belső tapasztalatokat. Egy mozdulatot, mindent, de így egészbe levesszük. A te lányod valamit már egészbe le tudott venni erről az emberről, mert a tükör neuronjaiba bevette, látta, hogy valamit látott ez a gyerek, valami olyat, ami őt egy rémületes emlékkel hozta kapcsolatba, és valahogy, nem tudom hogyan, mert hisz varázslók nem vagyunk, csak a folyamatot tudjuk így pontosan lekövetni, tehát neki jött egy olyan benyomása ezáltal, hogy ez az ember nem jó, mert valahol találkozott egy ilyen rossz beégett sémával. Na most hát az a csodálatos, hogy ezeket a beépített, hogy van egy tár, és ezt a tárat föltöltjük korán a létezésünk kezdetétől, minden, mint mondtad, oda bepakolódik. Mikor az okos agyunk elkezd működni a bal agyfélteket 6 éves korra, már mikor tudunk, ugye időfogalom, meg számolás, ilyesfélék, azért iskoláznak be akkor minket, akkor egy pályarendszer elkezd működni. Az érzelmi agytól úgyis csak frontolimbikus pálya, de mindegy, hogy hívják, az a lényeg, hogy van egy vezeték, amelyik megsúgja a dolgot az okos agyunknak, és akkor jön, hogy belebabrál a mi okos agyunk. Mert mikor mi így van, mert van egy benyomás, meg van üzenve, jó, ez közel egy, bátran, barátkoz, jó lesz. Megvan az első szimpátia benyomás, mondtad is imént, és akkor az okos agyunk elkezd magyarázkodni. Nem úgy vagytok, mint vele, hogy szimpatikus valaki egy pillanat alatt, tényleg utána magyarázkodunk azért, mert olyan jól öltözött, mert olyan rendes, mert olyan ilyen-olyan, de már rég megvolt az agyad mélyén a döntés, hogy ez úgy, ahogy van, jó. Jó volna úgy öltözve, meg máshogy öltözve is, az jó. Hát ez az érdekesség. Akkor most üljön ide hozzánk egy férfi, akinél saját bevallása szerint már jó párszor előfordult, hogy az első benyomása az egyben az utolsó is. Lépjen be a hölgyek közé egy férfi, Ernyei Béla, aki színész és egyben író is. Azt vallja, egy művész másként éli meg az új benyomásokat, és néha talán túl hamar alkot véleményt. Fontosnak tartja, hogy az első pillanatban kialakított benyomást később képes legyen felülvizsgálni és megkövetni azt, akit korábban elítélt. Fogadják őt nagy szeretettel! Most kérdezhetném azt is, hogy az első benyomás rólunk, a beszélgetésünkről. Béla, mit szűrtél le? Nem hiszem, hogy én vagyok a valódi alanyotok, de szívesen vagyok itt. Ugyanis az a baj velem, hogy mindent olyan gyorsan
prejudikálok, mindent olyan gyorsan döntök el, hogy az iker, ami vagyok, ugye a iker születés, a másik arc, az próbálja a dolgot mindig visszafogni, és azt mondani, hogy ne dönts még ilyen hamar, ne ítélkezz ilyen hamar, próbáld meg befogadni a másikat, és nem mindig sikeres ez a másik arc. Na jó, de változtál az évek alatt? Tehát az élettapasztalat ehhez tett hozzá? Hát rossz irányba, igen. Na, mesélj! Ez azt jelenti, hogy beszűkül az ember, minél többet él, úgynevezett jó körülmények között, gondoljatok bele, hogy 1973 végén mentem el Ausztriába, és ugye folyamatosan vagyok Magyarországon, folyamatosan vagyok Németországban és Ausztriában, és az úgynevezett jó körülmény az, hogy az emberek jobban adnak magukra, pláne akkor még, és hogy próbálnak viselkedni, próbálnak egy képet elhitetni magukról, az egy nagyon nagy előny az, hogy ezt felszívta az ember egészen fiatal korában magába. Magyarországon az átalakulás óta egy óriási lépést tett ez előre. Tehát tényleg fantasztikus fiatal emberekkel találkozom, fantasztikus saját korabeli emberekkel, hölgyekkel, urakkal, és ez egy nagyon jó dolog, mégis az a fajta szűrő, amivel a dolgot nézem, ezt a bizonyos első benyomást, az túlságosan úgy érzem, hogy tehát én magam is érzem, hogy túlságosan kritikus. Na jó, de ha mondjuk az első ránézésről beszélünk, arról a bizonyos első benyomásról, akkor az mondjuk milyen arányban igazolódott be az életedbe? Hogy lássuk azt, hogy akár voltak csalódások, vagy átgondolások az életedbe. Mennyire jön be? Rengetegszer volt igazam, ami nem jó, amit most már gondolhatjátok. És egyszerűen beigazolódott az, amit az ember mindig is sejt. Ugye egyszerűen a beszélgetésetekben is a legfontosabb a stílus, a jegyek, amikkel üzenünk magunkról. Ezek hát sok-sok hiányossággal küzdenek sok embernél, és ez beigazolódik, mert abban a pillanatban, ha rákérdezel, vagy egyszerűen csak hagyod magadra hatni az illetőt, a mondatait megpróbálod beszűrni magadba, és ez olyan, mint egy varsa. Az eleje még nagyon-nagyon széles, oda sok-sok kis hal bekerül, aztán van egy válogatás, és aztán van egy végső része, ahol azt mondod, hogy na most megvan, innen már nem szabadulsz. Ez hát egyre ritkább, viszont egyre intenzívebb. Egyetlen példát tudok mondani, most lesz nem sokára 10 éve, hogy együtt vagyok a Dórival, a feleségemmel, és nála én megijedtem az első benyomástól. Ugyanis amikor találkoztunk, egy rettentő intenzív beszélgetés volt, és én úgy ijedtem meg, hogy azt mondtam, hogy na most vagy igazán bajba, ugyanis ez neked így prima vista abszolút kéne, de mi van akkor, hogyha te nem kell lesz neki? Mert valami miatt ő is ugye szűr, és én nem kerülök be a varsának a legvégső részébe. De ezt nem érzi az ember ilyenkor? Tehát örüljünk annak, hogy a saját dolgainkkal vagyunk elfoglalva, és örülünk annak, hogy ránk végre így hat megint valaki. Uh-huh. És ez a bajom, hogy annyira meghatározó, amiről beszéltetek, a nylon cekker, vagy bármi, amiről az emberek igazából nem tehetnek, ne legyünk álszentek, az élet ilyen. Na hát, na de ha azt mondod, hogy a Dóriban te egyből láttad, hogy a potenciális terelmed lehet, akkor ez szerelem volt például részedről első látásra? Nincs ilyen, hogy szerelem. Na, erre kíváncsi vagyok, hogy majd ti is hogy érzitek. Nem, nem, nem. Van rajongás. Ez nagyszerű a németben, hogy van a szerelemre és a megszerelmesedésre egy külön szó. Nálunk csak a szerelem van, mert ez azt jelenti, hogy lehet rajongani, lehet borzalmasan rácuppanni valakire, hogy modern pesti szóval éljek. Mégsem ez az, amiben aztán utána kiteljesedsz. Legalábbis nem egy annyira érzékeny és értéket kereső ember, mint én, hanem akkor elkezdesz, mint a bányász kutatni, és próbálod a sok kőzetből azt az egy követ, vagy kettőt, vagy tizet, hogyha jó Isten nagyon szeret téged, megtalálni abban a szemében, és egyszerűen rakod egymás mellé ezeket a trófeákat magadban, és azt mondod, hogy az anyját, hát mi lesz itt most, hogy ha én így tudnék nála landolni, akkor most rögtön aláírnám ezt a szerződést. És olyan volt, hogy akár hiszitek, akár nem, nagyon intenzíven találkoztunk 4 vagy 5 napon keresztül, és én utána 10 napig nem jelentkeztem. Mert egyszerűen megijedtem. Megijedtem attól, amit bennem létrehozott.
hogy most meg vagy. Hogy most meg nem, vagy. Hát, itt könnyű, hogy olyan hölgyekkel találkozom, akiket évtizedek óta ismerek, és minden egyes mozdulatomat ismerik. Ilyet meg attól, hogy kap egy nemet, amikor úgy érzi, hogy marhára szeretne egy igent, mert egyébként... Igen, de tudod, mi az érdekes, hogy én azt látom a többi férfinál, hogy olyan ilyen ex-katedra, például nagyon sokszor fölteszik, hogy hát mégis mitől jó a nő az ágyban, és erre azt mondtam, hogy nem kéne azon elgondolkodni most, urak, hogy inkább úgy kéne feltenni a kérdést, hogy mitől jó a nőnek az ágyban. Tehát, hogy a kezdettől fogva állandóan a szolgálatról kéne beszéljünk. Okay. És az, hogyha... Béla, bekeretkezünk, felrakunk a falra. Rosszul fogok ott lógni. Nem, de hál' Istennek egy ennyire hosszú élet, mint az enyém, az már bizonyítás. Tehát, hogyha ezt mondja egy 20 éves srác, akkor azt mondják, apától hallottad, vagy olvastad valahol, hogy most be akarsz vágódni, nem. Itt egyszerűen arról van szó, hogy nem lehet más csinálni. Valójában, azért szoktam mindig azt mondani, hogy amikor először találkozol egy nővel, és amikor először vagy együtt valakivel, effektíve fizikailag, én mindig azt kívánnám, hogy sikerülne a második vagy a harmadik esetnek a történését megélni. Ugyanis a férfi annyira nyomuló, annyira az első pillanattól valamit akar, ami nem biztos, hogy jó, viszont nekünk a női objektíven keresztül kéne nézni az egészet, és azt mondani, hogy tudunk oda eljutni, hogy ő azt érezze, hogy biztonságban van, hogy ő is érezze azt, hogy mi szolgáljuk, és ne csak úgy csináljunk, mintha. Szerintem meg... Várjad. Amit az Enikő mondott, hogy vagyunk 7,5 milliárdan, és ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, és annyiféle történetünk van, mindenkinek megvan a magáé, a Béla bányásza a köveket, és minél többet talál, annál jobb. Én, vagy bányásztad, jó. Én például velem, én nem szoktam a magánéletemről beszélni, de ez búrháború előtt történt, úgyhogy el lehet mondani, hogy álltam egy nagy-nagy társaságban, sokan voltunk, és így valaki megfogta a vállam, és így odafordított, és azt mondta egy férfiről, hogy ti még nem ismeritek egymást. Én ránéztem, mondtam, Kánya Kata vagyok, és elfordultam, valaki még annyit hallottam, hogy kérdezte tőle, hogy hol az asszony. És azt már nem hallottam, hogy ő mit válaszol, de ebből az éles eszemmel rájöttem, hogy ez egy nős ember. És így álltam, és azon gondolkoztam, hogy itt még mennyi balhé, botrány, fájdalom, veszekedés, nem tudom mi lesz, amíg ez engem elvesz feleségül. És amikor az ember arra gondol, hogy úristen, én most mi gondolkoztam? És egy hangot nem beszéltem vele, és semmit nem tudtam róla, ezt tudtam, mert megkérdezte valaki, hogy hol a felesége, és így történt. Szerintem az én életemben mindig emlékszem arra a pillanatra, amikor ez megfogalmazódott bennem, hogy ez, meg amit te is mondtál, hogy igen, ő az. Onnantól kezdve már vagy hagyatkoztam a sorsomra, vagy elkezdtem tudatosan építeni, hogy akkor igen, ez teljesedjék ki. És, de hogy van az a pillanat, amikor, és ezt nem az első benyomásnak hívnám, amikor valami megtágul a tér, és bejön a jelen jövő egyszerre, meg a múlt is talán. Igen, csak akkor, szerintem akkor van a valódi baj, hogyha valaki egy bizonyos kor után ezt az egészet rutinból próbálja kezelni. Igen. Tehát azt mondja, hogy ez nálam az első így jött be, az ötödik ja, nem, így jött be, a 12. így jött be, és akkor hát ez is az. Annyira individuális az egész, annyira pont a 7,5 milliárd miatt, annyira különböző, 7,5 milliárd ember tud szembejönni veled, jó a fele, csak a nő. Azért az jutott eszembe, és nagyon meghatott engem, mert teljesen egyetértek vele, hogy egy igazi férfi, ha szolgálja a nőt, hát az igaz. Ez áll álmaink mélyén, vágyaink mélyén, de hogy ezzel nagyon nagy visszaélések lehetségesek, mert valaki, aki ugye egy sármőr, aki a másikat ezzel, a sok fogással, hogy ő úgy kelleti magát, és olyan módon simulékony, és úgy veszi körül a nőt, hogy úgy szoktuk mondani, ugye, hogy leveszi a lábáról. Tehát Kata, kérlek, támogass meg, ha tényleg ez a tapasztalatod, hogy igenis van nő, aki rendkívüli módon utána tud engedni egy ilyen sármőr, odaadó, kedves, figyelmes férfi magatartásnak azért, mert mást
tapasztal, és meghatja ez, ami a vágyainak megfelel, hogy végre egy ilyen férfi. És sajnos ilyen megtévesztések vannak. De... És pedig első benyomás. De már elkezdi vele a kapcsolatot, mert az első benyomás megfogta őt. Tehát vannak ilyen becsapódások. Én legalábbis klinikusként a terápiás üléseken sok ilyen becsapódott személyen. Miért nem tudunk abból kiindulni, hogy nem feltétlenül becsapni akarjuk, hanem boldog akarunk lenni a másikkal. Én már csapottam be, és nem bánom. Például az ilyen nagyon szolgálós, udvarlós, kedvemet keresős férfitől én a világból megyek ki. Tehát, hogy én nem szeretem. Ebből is látszik, hogy mennyi félék vagyunk, és azokat a bizonyos az előítéleteket, meg skatujákat, amivel meg kell küzdenünk, azt minden ember máshogy képezi le. Igen, tehát Enikő, persze. Meg Béla, szépek vagytok, mindig csinosak, mindig skatujából kihúzva. Ez rossz irányba is eldőlt már, nem? Hát nem tudom, ahol rossz volt irányba olyan, dönt el, ott akkor mázli volt, hogy nem jöttünk össze. Volt olyan, akár most a munkádra ítélve, hogy tőlőled mindig tudták, hogy te jól nézel ki. Soha nem mondtak olyat, hogy ez csak jól néz ki, de nem biztos, hogy olyan jó színész. Most csak mondom. Hát ez volt az úgynevezett szocializmusban, ez volt az alapbűnöm, hogy hát aki jó képű, hát az úgyse tud tehetséges lenni. És én azt mondtam, hogy jó, hát azért mégis 9 gyönyörű évet leéltem a Víg Színházban, nagy szerepeket játszottam tévében, filmen, most próbáljuk meg azt, amire azt mondják, hogy úgyse fog sikerülni. Menjek el egy olyan közegbe, ahol a kutya nem ismer, nem tudják, hogy ki vagyok, nem tudják, hogy mit tudok. Engedjenek oda egy szerény címszerepben, és aztán majd bizonyítsak. Ugyanis ott, hogyha az van, ott is a prima vista. Megnézik, és onnantól kezdve úgy kirúgják, hogy a lába nem éri a földet, vagy pedig felkarolják, kapja a második, harmadik, ötödik szerepet, és így élek 40 éve. És szabad nekem még visszakapcsolnom egy elhagyott szálhoz, azért, mert megingerelt nagyon. És hogy elmondanám, de hát ezt nekünk sajnos mindnyájunknak nagyon pontosan tudni kell, hogy a jelentés, hogy a másiknak a jelentése, vagy az összbenyomás, hogy mi mennyi élmény határozza meg. 38% a szavaknak, hangsúly, ritmus, dallam, intonáció, és de 38 a jelentésben, 55% a nemverbális, és 7% a szavak. Csak 7% a szavak. Hát most gondoljuk már el, hogy ez a belső leolvasó, monitorozó készülék vagy program, ami bennünk van, ez 93%-ban eldönti, hogy mi a jelentés, hogy fogom föl azokat a szavakat, amit nekem mondanak. Hát akkor eszméljünk már, hogy persze, hogy borzasztó nagy a jelentősége annak az összképnek, amit egy emberről leszedek. Na hát, ha már... Első benyomás, meg sztereotípiák, amikor a jogi egyetemre jártál, Enikő, akkor küzdöttél te azzal, hogy ismernek, szép vagy, mindig csinos vagy, tehát te tettél ez ellen, hogy visszaszorítsd ezt a dolgot? Nem, de szerintem nekem az nagyon sokat tett értem, hogy megéreztem, hogy van egy, hát hogy jogi terminus technikusszal éljek prejudikáció velem szemben, tehát amikor oda mentem a bíróságra, akkor a bírónők azok helyből azt az energiát, ez a nonverbálisban nagyon átjön, de ahhoz nem is kell gesztikulálni, az ember érzi, hogy itt most túl kell teljesítsem a tervet ahhoz, hogy nullára jöjjek ki. És tulajdonképpen itt most számomra ebből az a lényeg, amiről beszélgetünk, hogy igen, be kell hoznom a tudatosba azt, hogy van egy első blikkem, de nézzük meg, hogy mi van e mögött. Tehát mi a tényleges. Nem sokat szenvedtem egyébként attól, hogy rólam mit gondolnak, mert nem nagyon érdekelt. De például vizsgázni te miben mentél az egyetemen? Az nagyon jó volt, mert eltűztem így a hajam, nem voltam kifestve, és egyébként is én ilyen alföldi papucsos farmeres modell voltam, mert az egyetemre így jártam be. Viszont egyszer a római jog vizsgámon leültem, rettegett volt a tanárunk, és azt mondtam, hogy első éves joghallgató vagyok, köztudott volt, egy híres énekesnőt kirúgtak azért, mert énekesnő volt és a jogi egyetemre járt. Én rettegtem attól, hogy engem majd felismernek, és akkor még nem volt összeegyeztethető, hogy mi az, hogy jogász van, de mindesetre leültem a vizsgáztatómmal szembe, ő rám nézett, és megkérdezte tőlem, hogy Sütő Ernő? És akkor azt mondtam, hogy de jó, itt azt se tudják, fiú vagyok-e, vagy lány, úgyhogy akkor nem kell félnem ezek szerint.
Egyébként azért is kérdeztem, mert erre volt egy vizsgálat, hogy ez szerint a vonzóbb férfit magasabbra értékelték bizony képesség tekintetében, mint a mondjuk előnytelen külsejűt, de a nőknél pont ennek az ellenkezője volt az eredmény. Hm. Tehát, hogy azért mennyire más, hogy hát ítélnek meg bennünket. Nem érvényes, sajnos. Igen, ott nem. Ez abszolút nem. Nekem két menekülő utam volt, bocsánat, csak gyorsan elmondom. Az egyik az, hogy azt mondtam, hogy nekem annyira erős a komikus vénám, és azt használták is, hál' Istennek, a Várkonyitól kezdve tényleg nagyon sok rendező, hogy ezzel egyszerűen egérutat nyerek, hogyha olyan szerepet játszok, amit nem feltételeznek rólam, és abban jó vagyok. Uh-huh. A másik pedig az volt, hogy pont ahogy az Enikő mondta, olyan módon nem érdekelt az, hogy mit gondolnak rólam, hogy csak egyetlen utam volt, azt mondtam, jó, hát hogyha itt ez a felfogás, akkor el kell jutni egy olyan országba, ahol az az előny, ami itt hátrány. És ez történt velem is. Szerencsém volt. Én ahhoz szeretnék kapcsolódni, hogy a férfiak, akik előnyösebb külsejűek, hogy milyen előnyöket élveznek egyébként is, de még fizetésben is. Egy Nap nevű szerző megnézte, hogy a 185 cm-től magasabb férfiaknak a fizetés kategóriája milyen, és a 180 alatti. És az jött ki, hogy több 10%-kal magasabb átlagosan a fizetése a szép szállegényeknek a 185 cm-től magasabbaknak. 186 nagyon igazságtalan a világ. Nagyon igazságtalan a világ, ezt szeretném mondani. Ez az is benne lehet, én szerintem, ebben a 10% különbségben, hogy egy 185 centis férfinak több az önbizalma lényegesen, mint egy 170 centisnek, és ettől, hogy több az önbizalma, elképzelhető, hogy jobban teljesít, könnyebben veszi az akadályokat, mint valaki, aki alacsony, rosszabb külsejű, és sokkal több komplexussal küzd. Szerintem igazad van. Igen, igen, igen. Tudod, Kata, mi jutott eszembe, hogy mikor elmennek hozzád, ugye társat keresni az emberek, akkor neked is volt már olyan meglepő, hogy te teljesen máshoz társítottad volna? És egy olyan nagy jött össze végül ott, amiről te fel se tételezted, pedig jó van. Emberismerő lehetsz már az elmúlt évek, évtizedek az alatt. Az az igazság, hogy az esetek 80%-ában ma már nem lepődöm meg, de az elején még, amikor betelefonáltak, hogy akkor ők most boldogok, és akkor mondom, de hogy kivel? Mondom, nem, mert az nem lehet. De. És kiderült, hogy de. És 80%-ban én a büdös életben nem mondtam volna, hogy találkozzanak. Na, valamelyik meglátott a másikban valamit, mert én nem tudok belehelyezkedni abba az emlékrendszerbe, abba a múltba, abba a rengeteg mindenbe, hogy tudjam, hogy mi az a, hogy kell egy picit több só, vagy inkább egy picit több bors kéne abba a levesbe. Hát nem tudom, azt tudja ő. Én tudok neki abban segíteni, hogy tudja sózni, meg borsozni a levest. Ugyanez a modelliskolában, tehát hogy mennyire levehető, hogy kiből lesz a cserebogár, vagy kiből nem. Hát ez ugyanígy van szerintem, hogy nyilván vannak paraméterek, hogyha mondjuk a nemzetközi modellvilágot vesszük alapul, de miután, hát most már egy kitörési pontiskolának nevezném ezt el, tehát nagyon sok egyéb helyen szólalnak meg a gyerekeim, ezért nagy meglepetések érnek, mert például eljön hozzám egy ilyen csomagszállító fiú, aki soha életében nem gondolt arra, hogy ő színész lenne, és én sem, jó külsejű fiú, eljön modellnek, és aztán napi szinten szereplője lesz évekig egy szappanoperának, vagy riporter lesz a, nem tudom én, az egyik kereskedelmi rádióban, azért, mert a személyisége olyan. Tehát én annak örülök, hogyha ma nézzük ezt a nagy kínálatot, ugye a felvevő piacon is, hogy most már azért el lehet vonatkoztatni csak a külsőtől, és a személyiség dominanciáját meg lehet mutatni, legalábbis ezen a terepen. Az a média megjelenések nem biztos, hogy mindig jót tesznek az embernek. Tehát, hogy egy hamis képet kaphatnak még rólatok is, bármennyire szerethetők vagytok. Volt olyan, aki megkövette saját magát, és jött a visszaigazolás, hogy én nem is azt képzeltem, akár nálad is, vagy hozzád eleve csak az megy be, aki mondjuk téged elfogad, mert az egy garancia arra, hogy ugye ő segítséget kér. Most már nagyon kevés ilyen offline iroda van, 2-3, nem 4, nem tudom. Tehát amit az Emőke mondott, hogy bárhogyan is, de ha az ember valakit lát,
most tök mindegy, hogy fényképen, televízióban, életben, leképződik belé valami, amitől lesz egy véleménye, ha akarja, ha nem. Ezek a prekoncepciók, ezek mindannyiunkkal szemben élnek, mindenképpen valamit természetesen gondolnak rólunk, hiszen láttak, és saját, ő nem tudja megakadályozni, hogy ne legyen egy benyomása, ami aztán vagy helyes, vagy nem. Hát őszintén bevallom, és legyezgette a hiúságomat, hogy többször előfordult, hogy találkoztam emberekkel, és azt mondták, na most látom önt először így szemtől szembe, nem is olyan öreg. Hát ha inkább megválaszoljam azt, hogy például mondjuk amikor találkozik az ember újságíróval, vagy ilyesmivel, hát nekem nagyon-nagyon kevés kivétellel csak rossz tapasztalatom van. Németországban van egy lap, a legnagyobb napilap, annak van egy magyar származású újságírója, aki csak a legmocskosabb bulvár csinálja. És az néha-néha felhív, és azt mondja, na mi van, még mindig házas? Hát mondom, rossz hírem van, igen. Na azt mondja, a fenébe azt nem lehet megírni. Na most, hogyha ebből indulunk ki, akkor mi az alapállás? Mit is szeretnénk mi, hogy imádjanak minket? Teszek rá. Nem érdekel. Ha az, hogy elfogadjanak minket, az már egy kicsit érdekesebb. Vagy hogy elismerjék azt a munkásságunkat, akár, uram, bocsán, még azt is, hogy milyen millióben élünk, hogy milyen a családi kapcsolatrendszerünk. Ha 5000-szer váltunk el, vagy csak 2-szer, vagy 1-szer sem. Mi jutott eszembe? Mert ezt megértük mindketten. Ami nem is a magánélet, hanem a szakma. Hogy régen volt egy premier, és mennyire vártuk a Filmszínház muzsikába a kritikát annak idején. Persze. Ma bemutatnak egy darabot, nem is tudom, hogy van-e kritika, vagy nincs. A semmi, de a könyvben például egy komoly rész az, hogy van egy premier, sokat járok színházba, és hogy jönnek oda emberek, hogy mennyire nem tisztelik meg azt, amire végül is komoly pénzért jegyet vesznek. Ez külföldön is így van. Tehát ez, igen, jó, de én ne az amerikai színházból de induljunk nem, ki, ahol pulóverbe bemennek. Így van, láttam, ott láttam először Bécsben, farmer pulóver. Bécsben, Németországban valaki elmegy, az egy ünnep. Tehát azért, mert az egész este egy ünnep. Utána valószínűleg elmennek vacsorázni, utána valami olyasmit csinálnak, amit különben nem sétálnak még a kivilágított városban. De régen városban. Itt is így volt, emlékszem, álltam a színpadon, és csak a fehér ingek villogtak be, meg az ékszerek a nőkön. Amikor az ember lenézett de ma már... Igen, de miért? Nem annyira elveszett már a varázsa ennek? Nem, szerintem ez is egy... az a tisztelet veszett el, igen. Pedig az egy fontos dolog, és az ad szerintem tartalmat az életnek. De a kérdés, hogy kinek a hibája, hogy elveszett a tisztelet? Szerintem mindegy, jöhetne vissza. Hát ez a mi hibánk egyébként, mert mit csináltuk ilyen ezt a világot. Igen, bedobott egy olyan szót, amihez én nagyon erősen kötődnék, kapcsolódnék, ez a szolgálat. Bárhol vagyunk a hierarchiában, nem magunk állítottuk oda magunkat, hanem úgy alakult, hogy sok-sok szolgálat és egyéb van benne, hogy valahova került az ember, de a szolgálat teszi, a tovább szolgálat teszi olyanná, hogy a másik tiszteletében mintaadó vagyok, hogy én tisztellek téged, és ezért ezzel valójában arról a polcról, ahova engem föltettek, vagy a világ téged föltett, arról a polcról oda tudok mellé állni az embernek, és mellette vagyok. És kifejezem a tiszteletemet, szerintem ez az, ami igen, az én életemben. Egyszerűen az a baj ezzel a Prima Vista-val, tényleg az első látásra hozott döntésünkkel, hogy annyira sok impulzust kaptunk, és magunk is annyit tanultunk magunkból is, és másokból, főleg másokból, hogy nem vagyunk hajlandóak már elfogadni a középszerűt, pedig biztos, hogy lenne benne olyan szansz, egy csomó ember életében annyi nő követi el azt a hibát, hogy vár állandóan a nagy őre, miközben az életében rengeteg kicsi ő van, és ezeket a kicsi őket, hogyha igazán komolyan venné, akkor lehet, hogy már réges-rég családja lenne, réges-rég boldog lenne, és közben pedig boldogtalan. Fontos az első benyomás, de bármit is gondolunk és bárhogy döntünk, azért fontos, hogy önmagunkkal is tisztában legyünk. Így kezdődik minden. Köszönöm, hogy ma is néztek bennünket. Tudják, napi témáinkhoz kapcsolódóan érdekes cikkeket találnak a ridicule.hu oldalon. Viszontlátásra mindenkinek!